Ismét tízezrek gyűltek össze Győrben, hogy együtt zárják a nyarat egy jó hangulatú koncerten. A tömegre a szervezők is nagy erőkkel készültek. Az idei fellépő pedig az Alphaville sokakat a városba vonzott, még nagy távolságról is. Nem vagyok egy nagy rajongó, de ez a zene 20 éves már, és ez lesz az első alkalom, hogy láthatom őket élőben, ezért is jöttem Bécsből ide. De már másodszor vagyok itt a városban, néhány évvel ezelőtt Tom Jones koncertje miatt jöttem ide, mondta ez az osztrák férfi. 13 éves korom óta rajongok értük, úgyhogy szuper. Alsőrsön megnéztük őket június 9-én, akkora buli volt, hogy szerintem csak jobb lesz. Nagyon szuper, úgyhogy imádom őket. Ez a 20-as, 30-as éveimre emlékeztet, most 58 éves öregember vagyok már. 20-30 éves koromban szerettük ezt a zenét, de csak tévében láttuk őket, és a rádióban hallottuk az együttest. Most viszont itt a valóságban élőben is láthatom őket, és ez óriási különbség. Ritka, hogy egy évben kétszer ellátogattak Magyarországra, de nagyon örülünk nekik. Szerintem a rajongók nevében mondhatom. Úgyhogy köszönjük nekik. A koncert előtt Borkai Zsolt, Győr polgármestere köszöntötte a szép számú közönséget. Eljött a nyárzáró ideje, nagyon gyorsan elreppent ez a nyár, de mindenkinek azt kívánom, hogy élvezze még ezt a csodálatos időt, és nem is utolsó sorban azt az együttest, azt az Alphaville, akire az én koromban, az én időmben, azt gondolom a diszkók királyában nagyon sokszor hallgattuk ezeket a számokat, és jól éreztük magunkat. Tisztelt hölgyeim és uraim, mindenkinek jó szórakozást kívánok a mai estére! Aztán megérkezett a várva várt német banda is. Az Alphaville a legnagyobb slágereik mellett az új dalaikkal is szórakoztatta az összegyűlt közönséget. A másfél órás koncert alatt láthatóan mindenki vidáman búcsúztatta az idei nyarat, ami azért még tart pár napig.